Sziasztok. Hi. Imádkozzunk. Let's pray. Drága Istenünk. Dear God. Dicsérünk téged. We praise you. Ha te nem lennél az életünkben, akkor mi értelme lenne? What sense would our lives make if you wouldn't be in there? Ha nem te lennél a királyunk, Uram, akkor hogyan tévelyegnénk ebben a világban? If you weren't our king, Lord, we would be erring in this world. De nálad van a szó. But you have the word. Nálad van a szellem. You have the spirit. Nálad van a dicsőség. You have glory. A királyság. The kingdom. És ezt nekünk adtad, Uram. And you gave all these to us. Ez hihetetlen. It's unbelievable. De nekünk adtad. But you gave these things to us. Mennyire kiváltságosak vagyunk. How privileged we are. Hogy a bűnös és elveszett emberből Isten természetének részesévé tettél minket. That you made us partakers of the divine nature, even though we were sinful and lost people. Beszélj hozzánk ma este. Please speak to us tonight. Mert Uram, te tudsz beszélni hozzánk. Lord, because you can speak to us. Vezess minket a te igazságodban. And lead us in your truth. Uram, te tartod össze ezt a világot. Lord, you hold this universe together. De minket csodálatosan megkülönböztettél. But you made us beautifully special. Dicsérünk, Urunk. Thank you, Lord. We praise you. A te drága szent nevedben. In your precious holy name. Amen. Amen. Máté 27:37. Matthew 27:37. Amikor Jézus keresztre feszítették. When Jesus was crucified. Ezt írja. És feje fölé illeszték az ő kárhoztatásának okát, odaírván, ez Jézus, a zsidók királya. And set up over his head his accusation written, this is Jesus, the king of the Jews. A keresztre feszítés egy különleges kivégzés volt. The crucifixion was a special way of execution. Nem mindenkinek járt. Not everybody deserved it. Olyanokat feszítettek keresztre. But it was those who were crucified. Akik valamilyen lázadásban voltak. Who were, az állam ellen. Who rebelled against the state. Vagy alapvetően veszélyeztették a társadalmi rendet. Or they just endangered the social order in some way. És nyilván ez a szörnyű kivégzés. And obviously this terrible execution. Ez egy elrettentő példa volt. Was to be detrimental. Bárki, aki látta, anyone who saw it, az féljen és remegjen. Were supposed to fear and tremble. Ezek mellett természetes az, and with this, it's natural that, hogy aki ott volt, kiírták fölé azt, hogy miért van ott. Those who were hanging there, like there was a sign above them saying why they were there. A vádlást. The accusation. Kiírták. Was written there. És az ő esetében. And in his case. Itt láthatjuk, hogy gyakorlatilag valamilyen lázadóként lett ő megfeszítve. Can see that practically he was crucified as a rebel. Valami olyan dologért. For something. Mármint így a római rendben. I mean in the Roman order. Amihez semmi köze nem volt. Which he had nothing to do with. Amihez semmi köze nem volt. He had nothing to do with that. És mondhatnánk azt. And we could say. Hogy ez igazságtalanság. That this is unjust. És persze az. And of course it is. De tudjátok. But do you know? Lehet, hogy valaki ezt látta. Somebody might have seen that. És látta az okot. And they saw the reason. És lehet, hogy volt a szívében egy ítélet emiatt.
And maybe they had a judgment in their hearts because of that. De tudjátok mit? But do you know why? Senki ott nem látta, hogy mi a valódi ok. Because nobody who was present was able to see what the real reason was. És tudjátok, ez a mi életünkben is így van. And you know, this is the same way in our lives as well. Hogy lehet, hogy átmegyünk dolgokon. We might go through things. És emberek levonnak következtetéseket. And people come to all kinds of conclusions. De ezeknek semmi köze a valósághoz. But they have nothing to do with reality. És rendben van az így. And it's okay like that. Nem feltétlenül kell megmagyaráznom a dolgokat. I don't necessarily have to explain things. Mert úgyis az a lényeg, ami Isten valóságában ott van. Because the issue is the reality of God anyways. És Kolossé 2-ben. And in Colossians 2. Azt mondja a 13. vers. Verse 13 says. Hogy titeket is, akik halottak voltatok a bűnöktökben, és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ő vele, megbocsátván minden bűnötöket. And you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Ugye mi halottak voltunk. So we were dead. A bűnök miatt. Because of sin. És azért, mert a testünk nem volt odaszámva Istennek. And because our bodies were not dedicated to God. Nem volt megjelölve. They were not elkülönítve unto him. De hogy mégis. But still. Élővé tett. He quickened us. Úgy, hogy megbocsájtotta minden bűnömet. By forgiving all our sins. Azáltal, 14. vers. Verse 14. Hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegeszvén azt a keresztfára. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. El tudod képzelni, ugye? You can imagine that, right? Ott van egy tárgyaláson. There you are at a trial. És akkor ott a papír. And there's the paper. Amivel vádolnak. With all the accusation. Szűk Bendegúz bűnei. The sins of Bendegúz szűk. Amivel vádolható. That he can be accused with. Itt vannak a törvények, amelyek elítélik. Here are the ordinances, the laws that go. És ezt nem csak ennyire húznád ki. And it can be any of us. Hanem ez nagyon hosszú. Me. Ez nagyon hosszú lenne. But it would be a long list. Nagyon hosszú. Long one. És Isten fogta ezt. And God took it. És oda vitte a kereszthez. Took it to the cross. És rászegezte. And nailed it to the cross. Mert ez a vádirat. Because that was the list of accusations. Ellenem. Against me. Minden. Everything. Minden. Everything. Amit egész életemben megtettem. That I just. És megfogok. Did all my life and the és things leginkább I will az én hitetlenségem. And mainly my unbelief. Az én lázadásom. My rebellion. Az egész. Everything, the whole thing. És odaszegezte a keresztfára. It was nailed to the cross. És nézem. And I look at it. Ezt a keresztet. This cross. És ott van az, ami engem elítél. And there I find what judges me. De várjál. Condemns me. But wait a minute. Valaki más szegeztek oda. Somebody else was nailed there. Az, ami valójában igazán
what's really truly őt elítélte. Condemned him. Az az én iratom volt. Was my paper. Things written against me. És lehet, hogy ezt ott senki nem tudta. Maybe nobody knew that. Lehet, hogy ezt senki nem látta. Maybe nobody could see that. De tudod? But you know, hogy valaki más volt ott az én iratom alatt. Somebody else was there under my sign. Ő maga, Jézus. He himself, Jesus. Kifizette. He paid it all. Ő volt az. It was him. Akit elítélt az én iratom. Who was condemned for me. És aztán azt kérdezed, nézed ezt. And then you look at it. És azt mondod, hogy most akkor velem mi lesz? And what about me then? Most mi lesz velem? What's going to happen to me? Hát várjál, az irat, ami ellenem szólt. Wait a minute, the ordinance that was against me. Isten maga. God himself. Őt ítélte el. Was judged by most it. Most mi lesz velem? So what's going to happen to me? És ez a válasz. And the answer is this. Szabad vagy. You are free. Nincs már irat. There is no more writing against you. Mert valaki mást ítélt el, és nem téged. Because somebody else was condemned by it and not you. Valaki mást ítélt el az irat. That ordinance condemned someone else. És innentől and from this point Isten on, teljesen szabaddá tett téged. God made you completely free. Megbocsájtotta minden bűnödet. He forgave all your sins. Bárcsak értenénk ezt. I wish we understood this every day. Nincs olyan irat, ami károsztatna téged. There is no writing that would be condemning us. Nincs többé. There is no more. Nincs többé ott no az more. Az irat. That ordinance is not there anymore. Isten szabaddá tett téged. And God made you free. Hogy az ő dicsőségében járhass. That you could walk in his glory. Az, hogy az ő élete a tiéd lehessen. That his life could be yours. Eltett onnan mindent az útból. He put minden everything. Akadály. He took everything out semmi, of the way, all the obstacles. Semmi. So there's nothing, no nothing. Ma nem választhat el téged Istentől. That could separate you from God. Semmi. There is nothing. Nincs olyan dolog benned. There is nothing in you. Ami elválaszthatna Istentől. That would separate you from God. Ő ezt a mai napot azért teremtette. He created this day. Hogy járhassunk az ő dicsőségében. That we could walk in his glory. Az ő szellemében. In his spirit. Az ő kegyelmével. With his grace. Az ő szeretetével. And his love. És az ő drága beszédével. And his precious word. Drága Urunk, dicsérünk téged. Dear Lord, we praise you. És köszönjük ezt. Thank you for this. Hogy te kifizetted az árat. That you paid the price. És nincs semmi. There's nothing. Semmi. Nothing. Ami vádolhatna minket. That could condemn us. És az a dolog, amit téged összekötött az én vádiratommal. And the thing that connected you to the ordinance that was against me. Az maga volt a kereszt. That was the cross itself. Ott találkozott a kettő. This is where the two met. Köszönjük neked, Urunk. Thank you, Lord. Te drága szent nevedben. In your precious holy name. Amen. Amen. Nagyon köszönjük. Thank you. Lehet, hogy odalapoznátok kérlek Efézus 2-höz. Could you please turn to Ephesians 2? És olvassunk el itt egy részt együtt. And let's read a portion here together. Mennyire fontos ez az üzenet. How important this message is. És ahogy énekeltünk is Isten kegyelméről. And also as we sang about the grace of God. Annyira örültem, mert ugyanez az üzenet, amit Isten adott nekem is. I was so happy because God gave me this same message. És erről kell hallanunk a mai nap. This is what we need to hear about today. És
Pécsi szentek üdvözölnek benneteket. And the saints from Pécs greet you. És nagyon drága tesók. They're very precious sisters and brothers. Okay, kérlek, nézzétek velem Efézus 2. So let's look at Ephesians 2. Okay, nézzétek velem, kérlek, olvassátok velem. Please read with me. 8. vers. Verse 8. Nem kell egyszerre olvasnunk, de kérlek, olvassátok ki, csak mondjátok ki hangosan a szavakat, okay? We don't have to read it all at the same time, but please just say those words out loud. Olvassuk együtt ezt, 8. vers. Together, verse 8. Mert kegyelemből... Oké, várj, nem hallak titeket, oké? Okay? I cannot hear you. Oké, 1, 2, 3. Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. For okay. By grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Ezért nem olvastad velem együtt, oké? Okay. Oké, aztán, aztán a 6. vers. Verse 6. Oké, 1, 2, 3. És vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekbe, Krisztus Jézusban. And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Okay, és aztán az utolsó, a 7. vers. And then the last one is verse 7. Most nem számolok, csak gyertek. Not gonna count, but please come with hogy megmutassa az eljövendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. That in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. Okay. Mennyei atyánk, Heavenly Father, azért imádkozunk, we pray, hogy vezesd a szívünket ebben az üzenetben, you would lead our hearts in this message, és kérünk, hogy szólj hozzánk, and please speak to us, szolgálj felénk, minister to adj nekünk, give to us, Urunk, benned Lord, bízunk, we trust in you, és köszönjük neked and thank you, azt a csodálatos munkát, amit végeztél, for the amazing work you have done, hogy odaszegezted az ellenünk szóló vádiratot, that you nailed the ordinances that were contrary azt to a, us, azt, ami bizonyította, that which proved, hogy mennyire el vagyunk bukva, és mennyire méltók vagyunk az ítéletre, how fallen we were and how worthy we were of judgment, amiről csak álmodni merhettünk volna, hogy valahogy kikerül a képből, but we could have only imagined that it would ever get out of our sight, de te eltörölted azt, elintézted azt, dealt with it and took it away. Köszönjük Istenünk, thank you God, hogy nincs meg ez a kapcsolat többé, that this relationship is there no more, this connection. Áldunk téged, Istenünk. We bless you, God. Amen. 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 Mennyire fontos ez? How important it is. Mennyire fontos ez? How important it hogy, is. Hogy ott a vádirat. That this ordinance is there. Okay, all és the accusations. Az áll rajta. And it says, minden ember bűnös. Every single person is a sinner. És méltó a halálra. And worthy of death. Mindnyájan vétkeztünk. We all have sinned. Okay, és hogy a bűn zsoldja a halál. And the wages of sin is death. Mennyire szörnyű ez. How terrible that is. És aztán and then, Isten azt mondja. God says, nem, ez nem rólad szól. No, it's not about Vár, you. Nem azt mondta, hogy minden ember? Wait, didn't he just nem azt mondta, say hogy mindnyájan? All men, like all of us? Nem azt mondta, hogy mindnyájan? Didn't he say everybody sinned? Mindnyájunknak hiányzik az Isten and dicsősége? And we all fall short of the glory of God? Ja, akkor ő miért nem? Then how, why isn't és ez az, amit Krisztusban kaptunk. And this is what we received in Christ. Hogy ott van ez az irat? That this writing is there. És aztán az igaz bíró. And then the righteous judge, Isten, ami igaz God, bírunk, who is our righteous judge, azt mondja, says, nem, ez nem rólad szól. No, it's not about you. Nem, ez nem rólad szól. No, it's not about you. Nem, ez nem rólad szól. No, it's not nem, ez about nem rólad you. Szól. No, it's not about you. Mennyire nagyszerű ez, nem? How amazing amiről it, Pásztor Bendegúz beszél. Erről beszéltél, ugye, Pásztor Bendegúz? Isn't that what you spoke halleluja. About, Pásztor Bendegúz? Hallelujah. Hallhatnék egy hallelujah-t? Could I hear a hallelujah? Köszönöm, egy vékony, de egészséges hallelujah. Okay. Like a healthy hallelujah. Okay, ez a versünk ma. So, this is our verse today, the grace of God. Hogy megmutassa az eljövendő korokban az ő kegyelmének felséges gazdagságát. That he might show in the ages to come the exceeding riches of his grace. Okay, mit jelent az, hogy az eljövendő korokban? What is these ages to come? Okay, az első dolog. The first thing. Lehet, hogy ismerős, lehet, hogy nem. Which might be familiar or maybe not. Hogy Isten az ő tervében úgy csinálta meg a dolgokat, hogy vannak időszakok, korszakok.
It's that God in his plan ordained things that there would be these ages, these periods of time. Amikor ő elrendeli, hogy az ember hogyan közelítsen hozzá, és hogyan viszonyuljon hozzá. He ordained how people should try to come close to him and how they should relate to him. És ez igazán arról szól, hogy Isten, hogy is mondjam, nyit egy ajtót az embernek. That God opens a door for man. Aztán kicsit, én úgy érzem, én úgy látom, hogy egy kicsit tágabbra nyitja. The way I see it, that he opens it a bit broader, még egy kicsit, nyilvánvalóbbá teszi. Even vagy, wider, and vagy, he makes it more obvious. Vagy mondhatnánk úgy, or hogy we could say, talán jobb kép, maybe a better picture, hogy ott az ajtó, that the door is there, és Isten azt mondja, gyere, and then God says, come. És ahogy múlnak a korok, egyre erősebbre teszi fölötte a lámpát, vagy valami ilyesmi. As the ages go away, he makes the light bright, shine brighter and hogy brighter. Nyilvánvalóbb és nyilvánvalóbb legyen az emberek számára, so that it would be more and more obvious hogy Isten people, hívja őket, that God is calling them. És az előző korszak, and the previous age, az a törvény időszaka volt, was the time of az Ószövetség, the law, the Old Testament, mi úgy hívjuk, az időszak, és aztán Róma 10:4-ben azt olvassuk, hogy Krisztus a törvény, tehát Krisztus a vége annak a rendszernek mindenki számára, aki hisz. The Christ is the end of that system for all who believe. Átfogalmazva, bocsánat, de elolvashatod Róma 10:4-et. Okay. És most egy másik korszakban vagyunk. We are in a different period of time. Amit úgy hívunk, hogy a szellem korszaka, vagy a gyülekezet korszaka, or the church age, vagy a kegyelem korszaka. Or the age of grace. És ez azért érdekes, and it's interesting, mert nagyon nyilvánvalóvá van téve. Because it was made very obvious. Úgy értem, a gyülekezet ott van a világon mindenütt. I mean, the church is present all over the world. Még ott is, ahol tiltják. Even in places még where ott is, it's banned. Ahol ölnek minket. Where we are killed. Még ott is ott van a gyülekezet. The church is present. És emberek even azt there, mondják, and people say, Jézus a megváltó. Jesus is the savior. Bíz benne. Trust him. És ő új életet ad neked. And he's gonna give az you ajtó new nyitva life. Áll. The door is open. Egy értelemben, in a sense, a mikorunkban, in our age, jobban látható ez a hívogató lámpás, hogy gyere ide, itt a nyitott ajtó Istenhez. This light that's calling us to God, it's more visible. Az Ószövetségben Izrael volt ez a világosság. In the Old Testament it was Israel who was that light. Egy helyen, egy országban, egy nép. At one place, in one country, one people. Az Új Szövetségben. In the New Testament. Ez a gyülekezet mindenütt. That's the church. Képviseli. All over the Jézus world, Krisztus, representing Jesus Christ. Istent, God, aki eljött közénk a testben. Came among us in the flesh. Okay. Ez a korszak, and this age, ez is egyszer véget ér. Will also come to an end. De nézd meg velem ezt a részt. But let's look at this portion itt nem together. A korszakokról beszél egyébként, de azért mégiscsak erről akarok mondani valamit. Here it doesn't speak about these ages, but I'd like, or dispensations, but I'd like to say something about that. Azt mondja, hogy megmutassa az eljövendő időkben. That he would show in the ages to come. Ez arról beszél, it says, hogy Istennek terve van that God has a plan veled, with you, a hívővel, with the believer, az eljövendő korokban. In the ages to come. Ez a korszak véget ér, this age will come to an a gyülekezet korszaka, a szellem korszaka, age, age of the és majd jön a királyság korszaka, a millennium, úgy is hívjuk, amikor Krisztus láthatóan fog uralkodni a Földön. When Christ will visibly rule here on the earth. De but Istennek terve van veled. God has a plan Istennek with terve you. Van a gyülekezettel. God has a plan Istennek with terve the van a hívővel. God has a plan with the believer. És mi az a terv? And what is that plan? Okay, nézd meg még egyszer velem ezt a verset, a hetedik verset. Look at this verse 7 together. Hogy megmutassa, again. Mit ír? That he would show, and what does it say? Mit mutasson meg? What should he show us? Kérdezz meg a melletted ülőt, hogy mit mond az a vers? Ask the person next to you, what does this mit verse mutasson say? Meg? What should he show us? Oké, okay, azt olvassuk. So we read, a kegyelme felséges gazdagságát. The exceeding riches of his grace. Oké, okay, mit jelent ez? What does this mean? Hogy Istennek van egy terve.
God has veled is velem, with you and me, örökkön örökké, forever and ever, minden korszakra, for every age, hogy megmutasson valamit, that he would show something, mi velünk kapcsolatban, concerning us, hogy mit kaptunk mi Krisztusban, what we have received in Christ, és mit kaptunk Krisztusban, and what have we received, és figyelj, in Christ. Mi az, amit fog, okay. Now listen, what amit, is it? Amiről nem fog szólni. What it's not gonna be about. Az örökké valóságban. In eternity. Isten nem fogja azt mondani. God's not gonna say. Fefe. Angyalok. Angels. Mindenki nézzétek Fefét. Everybody else, look at nézzétek Fefe. Az ő teljesítményeit. Look at his performance, his nézzétek, achievement. Hogy milyen kiváló dolgokat ért el és végzett el az én nevemért. Just see what amazing things he has accomplished for my name. Ezt fogom megmutatni ő rajta. This is what I'm gonna show on him. Nem ezt mondja. No, that's not azt what he mondja, says. Mit mond? It says kegyelemnek a gazdagságát. The riches kegyelme of his gazdagságát. The riches of his grace. Okay, nem a okay, tehát nem az eredményeit. So not his achievements. Nem mondja. Nem mondja azt sem, hogy a teljesítményét. It doesn't even speak about his performance. Nem azt mondja Isten majd. God won't say. Hey mindenki. Hey everybody. Nézzétek Gyöngyit. Look at Gyöngyi. 278%-on futott egész életében. Még ha ez igaz is. she ran on 278% performance, peak performance, always. Teljes életében, csúcsra volt jár. Okay. Így a szívében azt mondta, futok az Úrral, és... In her heart she said, I'm just running with the Lord, and that's what she did. És Isten nem azt fogja mondani. And God's not gonna say, nézzétek a teljesítményét. Hey, look at her performance. Hanem azt fogja mondani. But he's gonna say, nézzétek az én kegyelmemnek a gazdagságát ő rajta. Look at the riches of my grace on her. Nem azt fogja mondani. He's not gonna say. Hát. Well. Nézzétek. Look at. Mindenki itt a mennyben, nézzétek. Like everybody here in heaven, just look at. Itt vannak, akik bibliaszólosok voltak. Those who belong to the Bible speaks church. Őnekik volt a legjobb szervezettségük az egész földgolyó. They were the most organized church on the whole globe. Jó oka lesz, hogy ezt nem mondja. He will have good hogy, reason to, not to say that. De gondolj bele ebbe. Just imagine. Hogy nem azt fogja mondani. He's not gonna say. Hogy nézzétek. Just look ezt, at this. Az ő eredményük, ahova ők eljutottak, amit ők elértek, amit ők megcsináltak. What they got to, where they okay. got to. Figyelj, teszünk. So listen, of course we szolgál, do. Akarunk, we minister, we nyilván. Want, obviously, but. Nem erről fog szólni az örökké valóságunk. That's not what our eternity is gonna be about. Hanem az ő kegyelmének arról a hatalmas fenséges gazdagságáról. About this exceeding greatness of the riches of his grace. Okay, ez egy csodálatos dolog. And this is something wonderful. Nem tudom, Zsolti, rajzolhatnék? Zsolti, próbáljuk meg át, hogy sikerül ez. Vagy nézzünk egy kis Netflixet, nem tudom, mi lesz or belőle. Maybe we will just watch some Netflix. Rövid nézem, rajzolni fogunk. It seems okay. We're gonna draw. Okay, alright. Amikor itt volt Szabó Ádám, Szabó Ádám was here. És pénteken megosztott az ebédrepen, annyira jó volt, amit mondott. And on Friday he shared and the lunch rep and it was so good what he said. És annyira csak így szívembe tette ezt a gondolatot. And it just really put this thought on my heart. Hogy azt gondoljuk, that we think, hogy itt vagyok én a hívő. That here I am the believer. Oké, okay, ja, ez most pont lerajzoltam, igen, tökéletes. Okay. Igen, kicsit lelóg oldalra. Próbáljuk ide, jó. Itt vagyok okay. én, a hívő. So here I am, the believer. Okay. És élem a hívő életem. And I live my life as okay. a believer. Rendben vagyok. I'm okay. A nagyszerű járásom van Istennel. I have a great walk Elbuktam. With God. I failed. Vacakul érzem magam. I feel lousy. Megbánom, helyreállok, rendbe jövök. But I repent, I'm restored. Okay, kicsit jobb a hely. Értitek? Okay, it's a bit okay. better. Ez a kép. Okay. This is the image. Okay, így élem az életem. But this is how I live my life. És aztán ott van ez a gondolat. And then the thought is there. Ott van ez a gondolat. The thought is there. Hogy Isten. That God. Isten kegyelme. The grace of God. Az a hely. Is the place. Ja, itt van ez a hely, ahol szükségem van Isten kegyelmére. This is the place where I need the grace of okay, God. Itt van a kegyelem helye. This is the place of grace. Okay. Van ez right? Van ez a marhaság a fejemben. There is this crazy stuff in my head. Hogy az ott a nem is lehet elolvasni. Az ott azt írtam oda, hogy kegyelem, ha I nem tudnátok. Grace there. Okay.
ez a kegyelemnek a helye. So that's the place hogy, of grace. Hogy csinálom a dolgokat. That I do things. Most jól megy. And now it's going úgy, well. Úgyhogy akkor azt én csinálom. So then it's me who's doing that. Köszönöm Isten, hogy felkínálod a segítséget, most még megy. Thank you God for offering your help, but I can manage on my own. Aztán right elbukom. Now. And then I fail. És amikor elbuktam, and when I failed, és ott vagyok, and I'm down akkor there, azt mondom, that I say, kegyelem. Grace. Uram, könyörülj. Lord, please have mercy. Uram, segíts engem Lord, fel. Help me get és up. Isten ad nekem kegyelmet. And God gives me grace. Felállok. I stand up. És azt mondom. And I say. Köszönöm, Uram, most már megint megy magamtól. Thank you, Lord. Now I can again manage it on megyek my own. Tovább a saját erőmből. So I go on with my own strength. Okay, ez nem Istennek a hívása a számunkra. That's not the calling of God for us. Élhetek így. I can live like that. De ezt elmondhatom. But I can tell you. Hogy akkor. That then, ha így élek. If I live like that. Akkor valójában ezek lesznek a legjobb időszakaim. Then actually these amikor, will be amikor my elbuktam. Best times. The times amikor when elbuktam, I fail, az lesz a legjobb időszakom. That's gonna be my best season. Mert ott megtapasztalom legalább Isten kegyelmét. Because there at least I experience the grace of God. De Istennek nem ez az akarata az életünkre. But that's not the will of God for our lives. Hogy az a normális működés, hogy én elég erős vagyok, Uram, hogy éljem a keresztény életet, és amikor elbuktam, akkor kell a te segítséged. That the normal function is that I'm strong enough to live this Christian life, and I only need your help when I fail. És annyira fontos ez a gondolat, and this thought is so important, hogy Isten úgy találta ki, that the way God made it, hogy a kegyelme is that his grace az mindenütt ott legyen, would be everywhere, akkor is, amikor erősen állok, even when és amikor gyenge strong, vagyok, akkor is, and also when I'm weak, csak az ő kegyelmére támaszkodjak. I would only lean on his grace. Csak abban reménykedjek. I would only csak abban hope bízzak. In it. I would only csak attól várjak. I would only have an nem a saját erőm. From that, and nem not a my saját strength, intelligenciám. Not my own nem a saját fegyelmezettségem. Not my own discipline, nem a saját teljesítményem. Not my own performance. És tudod, ez olyan and érdekes. You know, it's so interesting. Mert nem akarom a kegyelmet. Because I don't want grace. Köszönöm, nem. No thanks. Miért? Why? Miért? És figyelj. Why? Listen. Amikor itt lent vagyok, when I'm down here, amikor elbuktam, when I failed, akkor azért nem akarom a kegyelmet, that I don't want grace, mert annyira szégyenlem magam. Because I feel okay. I feel so ashamed. Elbuktam, I failed, és azt mondom, and I say, oh, nem, tudod. No. Ez így nincs rendben. That's not okay. Én így nem like jöhetek that. Istenhez. I cannot come to God ez annyira, like that. Annyira szégyenletes. It's just so ez annyira gáz. It's just so én nem ilyen vagyok, Isten. Tudod, that's hogy én nem the ilyen way vagyok. I am. Lord, you know I'm not like that. Okay. És mi van a másik helyen? And how about the other place? Amikor meg jól mennek a dolgok. When itt. I'm doing well. Meg itt. Here and here. Ott mi történik? What's happening there? Ott meg az a problémám. There my problem is. Hogy túlságosan nagyra értékelem magam. That I és azt mondom. Exaggerate my value and I say. Hey, rendben vagyok. Oh, I'm okay. Ide nézzetek. Just look here. Úgyhogy nem megyek Istenhez. So I'm not gonna go to God. De valójában. But actually. Akár szégyen, akár büszkeség. Whether shame or pride. Erre van szükségem. This is what I need. Hogy azt mondjam, Istenem. That I would say, God. Nézd, hogy elbuktam. Just see how itt van I a szégyenem. Failed. Here's my shame. És leteszem eléd. Bocsáss meg. Tölts be. Adj nekem új életet. A kegyelmedben bízom. I trust in your grace. Abban, amit Pastor Bendegúz mondott. In what Pastor Bendegúz said. Hogy a bűnöm. That my sin. Nem. A bűnöm nem ronthatja el a veled való kapcsolatomat. Cannot destroy my relationship with you. Mert te odaszögezted arra a fára. Because you nailed it. Az összes, az egész listát. The whole és megsemmisítetted. Eltörölted. Kivetted az útból. Took it out of the way, you destroyed it all. És amikor jól mennek a dolgok, and when I'm doing well, akkor meg azt mondom, then I say, Uram, Lord, ez még mindig én vagyok. Is still me. És én nem akarom, and I don't hogy a korlátom az én legyek, my limitation to be me. Hanem szeretném, ha az életem több lenne. But I want my life to úgyhogy, be more. Úgyhogy függetlenül attól, despite hogy ma nagyszerűen mennek a dolgok, how well I'm doing today. Ma lelkes vagyok a hitem felől. Today I'm zealous for ma, my faith. Ma izgatott vagyok today a jövő felől. Ma hiszem, hogy Isten jó dolgokat tartogat. Today I believe that God has good things in store for me.
Despite of this, Uram, ezt én neked adom. Lord, I give it Kérlek over téged. To you, and I ask Add nekem you, a te életed. Please give me your life. Szükségem van a te kegyelmedre ma is. I need your grace even today. És ez annyira jelentős, mert, and it's so significant. És figyelj, kérlek. And please listen. Amikor nem így gondolkodom. When that's not how I think. Akkor húzok egy vonalat. Then I just draw a line. Azt mondom. And I say. Ami ez alatt van. Whatever is below that. Ott Isten nem szeret. Their God doesn't like me. Valahol meghúzom a vonalat. Somewhere I draw that line. Tudod, ha nagyon ítélkező vagyok. If I'm very legalistic or judgmental. Akkor itt fönt húzom meg a vonalat. Then I draw that line up here. És azt mondom, csak hogyha 279%-on működöm. It's only if I go with 279%. Akkor tetszem Istennek. Only then God is pleased with me. De figyelj, ez a vers. But listen this verse. Még egyszer. Again. Hogy megmutassa az eljövendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. That in the ages to come he would show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. Ez azt mondja nekünk. This tells us. Hogy ez az egész, ami itt rajzolva van. This whole thing that I drew here. Ez csak nem működik. It just doesn't work. Hogy Isten azt mondja But nekünk, hogy egyedül te számítasz. Only you who matters. Téged szeretlek. I love you. Te fontos vagy nekem. You are important to me. És tervem van veled. And I have a plan with you. És a kegyelmembe beleférsz. And you can fit into my grace. És nem tudsz olyan mélyre bukni, hogy ne szeresselek. And you cannot fail and go so low that I would not love you anymore. Hogy ne törődjek veled. That I wouldn't hogy care ne tartogassak for you, neked valamit. That I wouldn't have something for hívőként. You as a believer. És ez annyira értékes, azt gondolom. And it's so valuable, I think. Hogyha ebbe belegondolunk. If we think about that. Hogy ez egy csodálatos dolog. This is something wonderful. Hogy Isten kegyelme. That the grace of God. Ilyen nagy az életünkben. Is so great in our life. Isten szeret téged. God loves you. Nem csak amikor felkelsz. Not only when you get up. Hanem a bukásodban is. But also in your failure. Isten elfogad téged. God accepts you even there. És ez az üzenetünk. And this is our message. Figyelj, a kegyelem Listen, üzenete. The message of grace. Annyira nem emberi. It's so not human. Annyira nem az, amit mi gondolnánk, mi it's, kitalálnánk, mi it's összeraknánk. Not what we would think, what we would come up with, what we would put together. Hanem hogy el vagy fogadva. But that you are accepted. Ott, ahol vagy. Wherever you are at. Ez lenyűgöző. It's just amazing. Ez óriási. It's great. És Isten ezt fogja megmutatni And rajtunk. This is what God is going to show Amikor through mondunk us, egy bizonyságot, when we share a testimony, akkor az erről szól. Then this is what it's about. Hogy Isten kegyelmes volt hozzám. That God was gracious to me. Hogy azt mondom, hogy Isten say, God ott volt velem. Was there with me. Adott szavakat. He gave me adott words, hitet, he gave me adott faith, reményt, he gave me adott hope, tekintélyt, he gave me authority, és tartok valahová, and I'm heading amiatt, somewhere, hogy Istennek a kegyelme annyira nyilvánvaló, because the grace of God is so obviously rich az életemben. In my life. Okay. Amikor ezt olvassuk, when we read this, hogy megmutassa az ő kegyelmének fenséges gazdagságát, that he would show the exceeding riches of his grace, akkor miről beszél? Then what does it speak about? Ez a fenséges szó. This word exceeding. Ez azt jelenti. Means. Hogy, okay. Let's say. Okay, tehát az éves, mit tudom én, fél literes üvegdobálási versenyben. Itt van a rekord, okay? That's the record of throwing these half a liter bottles. Okay, a rekord az a színpad vége. So the record, the best result is the edge of the stage. Megmutatom, mi ez a görög szó. And I show you this Greek word. Okay, a görög szó. The Greek word ez, is this. Túldobni. To throw it over. Túldobni. Past, okay. Throw it past. Felülmúlni. That it goes above, it exceeds. Ezt olvassuk itt. This is what we read. Hogy az eljövendő korokban Isten meg fogja mutatni, hogy az ő kegyelme mennyivel nagyobb volt, mennyivel túlment. That in the ages to come, God's going to show how His grace was so much greater, how so it went so much further. És ez az, amit látni fogunk. And this is what we are going ez az, amiről see. Beszél. This is what he speaks about. Hogy 1 Korintus 2:9-ben. In 1 Corinthians 2:9. Amit szem nem látott, fül nem hallott.
what eyes have not seen, ears have not heard. Amit az ember elméje meg sem gondolt. What the mind of, it never entered the heart of man or the mind of man. Hogy azt készítette el Isten az őt szeretőknek. This is what God prepared for those who love him. Mit készített el? What did he prepare? Valamit, ami túlmegy. Something that excels. Túlmegy azon, amit gondoltál. That goes beyond. Túlmegy azon, amit képzeltél. What you thought, what you imagined. Figyelj, Isten kegyelme. The grace of God. Nagyobb az életedben, mint hinnéd. Is greater in your life than you would believe it. Egész életünkben tanulunk róla. All hogy mi az, amit Isten tett értünk. It's like, what is it that God did for us? Hogy mit jelent az, hogy megmentett? What does it mean that he saved us? Súlya van ennek. How weighty this is. Micsoda dicsőséget ad. What glory it gives. Ez egy elképesztő gondolat. It's an amazing thought. És valóban, a Róma 5-ben, in Romans 5, ha belegondolsz az üdvösségedben, if you think about your salvation, és ha nem vagy hívő, and if you're not a believer, akkor ez egy nagyon fontos gondolat itt neked. Then this is a very important thought here for azt you. Olvassuk a hatodik versben. In verse 6 we read, amikor még erőtelenek voltunk, Krisztus értünk meghalt. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. Oké, nyolcadik vers. Verse 8. Hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. While we were yet sinners, Christ died for us. És a tizedik vers, amikor még ellenségei voltunk. And verse 10, when we were enemies. Figyelj, ha nem hiszel Krisztusban, if you don't believe in Christ, akkor mondhatod azt, én nem hiszek benne, de nem is vagyok az ellensége. I don't believe in him, but I'm not his enemy either. Nyugodtan mondogasd ezt, de you can keep saying that, de nincs igazad. But you're not right. Az igazság az, the truth is, hogy nincs középút. That there is no middle way. Vagy hiszek Krisztusban, I either believe in vagy Christ, Jézus Krisztus Isten maga, ő a megváltom. Either Jesus Christ is God himself and he is my savior. Vagy or, az ellensége vagyok. I'm his enemy. Ez nem azon múlik, hogy ellenséges érzelmeim vannak-e. And it doesn't really depend on like having hostile sentiments or emotions. Ha lehetek kedves, meg udvarias. I can be kind and polite, but de, ha nemet mondok arra, if I say no, hogy ő Isten a testben, aki eljött értünk és meghalt a kereszten, to him being God who came in the flesh and who died for us on the cross, és feltámad harmadnapon, and rose on the third day, akkor elutasítom őt. Then I reject him. Ilyen egyszerű. It's just so simple. És ez annyira fontos. And it's very important. Bízd rá magad. Like, trust yourself to okay. him. Nekünk, akik hívők vagyunk, and for us believers, ez a gondolat, this thought, hogy Isten is kegyelme, that nagyon, the grace of God, nagyon messzire nyúlt értünk. Reached very far for us. Sokkal messzebb, mint valaha hittük volna. Much further than we would have ever believed. Hogy nem is képzeltük volna, hogy ez lehetséges. We would have never imagined hogy that az ő possible, hogy az ő karja olyan hosszú, that his arm hogy az ő kegyelme so elérhet hozzánk. That his grace can reach to még us. Egy gyengét, még egy bűnöst, even még egy ellenséget is elérhet. Who is sinner, who is an enemy, God még, can még reach. Is megmenthetett. He was és megmentett. Able to save even és us, megmentett. And he did save us. És azt mondjuk, and we say, ha mi lehetne ennél nagyobb what could kegyelem? Be greater than this, like mi lehetne mi repülhetne ennél messzebb? What could fly mi mehetne ezen túl? That? What could go past that? És Isten azt mondja, and God says, te nem is tudod elképzelni, you can't even imagine, de meg fogom mutatni neked, but I'm gonna show it to hogy, ez, you, hogy ez mennyivel nagyobb, how much greater this is, mint te elképzelted volna. Than what you would have imagined. És látni fogod. And you're gonna és see that. Nyilvánvaló and lesz rajtad. It's gonna be obvious örökkön, on you, forever and ever. Ennek leszel a a reklámja. Bocsánat, the advertisement of that. Ennek leszel a hirdetője. But you will proclaim that. Nem az önön nagyságodé. Not your own greatness, hanem Istennek but ez a mindent felülmúló this exceeding kegyelmé grace of God. És ez az, ami vár ránk, and this is hogy what ebből többet lássunk. Us, that we would see more of it. Sokan azt kérdezik, many ask, miért beszélünk ennyit Isten kegyelméről? Why do we speak so much about the grace of God? Hát a válasz az, well, the answer is, hogy ez lesz amit Isten meg fog mutatni rajtunk örökké, úgyhogy én szeretnék már most tanulni róla, szeretnék már most növekedni ebben. That this is gonna be the thing that God's gonna show on us, so I would like to learn about it
even now, and I would like to grow in it even now. Okay, nézzük csak. Ott volt a törvény. There was the law. Okay, itt a kérdés. And the question is. Dicsőséges volt a törvény? Was the law glorious? Okay, amikor Isten adta a törvényt. When God gave the law. Akkor mi történt? What happened? Azt ma beszél erről a hangos küldzengésként írja le erről a nagy hangról. It speaks about this loud noise. Talán villámlásról, ha jól emlékszem, még valaki mondja, hogy nem emlékszem az összes leírásra. De, okay, de valami ledöbbentő, lenyűgöző, valami nagyon erőteljes dolog volt, amikor Isten adta a törvényt. És aztán Isten azt mondja nekünk 2 Korintus 3.10-ben, hogy megkaptuk az új szövetséget, megkaptuk az evangéliumot, és figyelj, az a hyperballo, az túl dob rajta, az fölébe megy annak a dicsőségnek. Az Isten kegyelmének a dicsősége nagyobb, mint a törvény dicsősége. Ezért nem akarok egy törvénykező közösség része lenni. To be part of a legalistic fellowship. Ezért nem szeretném, ha az otthonom. That's why I don't want my home. A törvényre alapulna. To be based on the law. Ezért nem akarom, hogy a kapcsolataim így működjenek. That's why I don't want my relationships mert ennek like nagyobb that. A dicsősége. Because this has a greater és glory. Olvas róla persze. And of course. De Isten we'll read about meg that, fogja mutatni. God's gonna show az ő kegyelmének a nagyságát. The greatness of his grace. Aztán még egy dolog, amit tett velünk. Thing that he did for us. Galácia 3-ban. Galatians 3. Isten azt mondja, hogy valóra váltotta az ígéretet, amit tett Ábrahámnak 1 Mózes 12-ben. God says that he made the promise he gave to Abraham in Genesis 12 come true. Mit ígért Ábrahámnak? What did he promise to Abraham? Hogy Ábrahámban a föld összes nemzetségei meg lesznek áldva. That in Abraham all the nations of the earth would be blessed. És itt a 14. versben and in verse 14, azt olvassuk, we read, hogy Ábrahám áldása Krisztus Jézusban a pogányoké legyen, hogy a szellem ígéretét hitáltal megkapjuk. That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Okay, ez az, ami történt. Right? This is what happened. Isten ígért egy megváltót Ábrahámnak, Izraelnek, to Israel, hogy eljön a Messiás. That the Messiah will okay, come. Ezt megígérte. God promised that. De figyelj, but listen, mi, us, akik nem vagyunk zsidók, who are not Jews, és akik zsidók, and those megkaptuk who are ezt Jews, az áldást. We received this blessing. És mi történt velünk, amikor újjászülettünk? And what happened to us when we were born again? Megkaptuk a szellemet. We received the Spirit. Megkaptuk Isten szellemét. We received the Spirit Isten of God. Szelleme él benned. The Spirit of a hívő God vagy lives Jézus Krisztusban. If you're a believer in Jesus Christ. Akkor ő, az Istenség harmadik személye. Then he, the third person ott of él. The deity, lives nem there. Nem csak veled, not only with you, hanem benned. But in you. Annyira közel hozzád, so close to hogy you, elválaszthatatlannak tűnik. That he seems to be inseparable. Időnként nem vagy benne biztos, hogy kinek a hangját hallod. And at times you're not sure whose voice you're hearing. Ez most én, vagy Isten szól hozzám. God speaks to mert me. Isten szelleme ott van bennünk. Because the Spirit of God is in us. És ez az ígéret, and this promise, ez valóra vált Krisztusban, came amikor true hittünk in Christ benne. When we believed in him. Így váltunk gyülekezetté. This is how we became a church. Hogy Isten szelleme ott van bennünk. That the Spirit of God is in us. És ez összeköt bennünket. And that connects us. De, but, mit mond Isten? What does God say? Figyelj! Listen! Azt mondja, az eljövendő időkben he megmutassa says, az ő kegyelmének hyperballó, fölülmúló gazdagságát. That in the ages to come he would show the exceeding, the hyperballó riches of his grace. És azt mondanám, and I would say, hey, tudod, hogy lehet ezt felülmúlni? How can you go above that? Hogy megkaptad Isten szellemét? That you receive the Spirit of God? Hogyan lehet felülmúlni ezt? How can you go hogyan over lehet that? Túlmenni? How can miről you go beszélünk? Beyond that? What are ennek we nincs talking is értelme. About? It makes no sense. Hogy mondtuk, mi volt az illusztráció? As we said, what was the illustration? Ja, igen. Hogyha
pókerezünk. If we play poker. És persze nem tudok semmit erről. And of course I do nothing about it. És ász pókerem van. I have an ace. Ace poker. Ace poker. Okay, tehát van négy ászom. So I have four aces. Az összes ász a pakliban nálam van. All the aces. És az a legtöbb, és minden az enyém is. And that's the most. Tudod, és ott van az asztalon. 600 millió forint. And there's 600 million forints on the table. És így széles mosolyjal leteszem az ász pókert. And with a big smile I put down my ace poker on the table. És a Gyöngyi azt mondja velem szemben. Gyöngyi sitting opposite me says. Azt mondja. She says. Az semmi. That's nothing. Ennek semmi értelme. It just makes no sense. A pakliban nincsen magasabb kártya, mint az enyém. Because there are no more valuable cards in the deck than Gyöngyi, mine. Tényleg nem tud erről semmit. Ő neki nehezebb elmagyarázni. És Isten ezt mondja nekünk. And this is what God tells Én us. Azt mondom, hogy hey, várjál, hát már megütöttük a főnyereményt. I say, hey, we already got the jackpot. Jézus Krisztusban vagyunk. We are in Jesus Christ. Az előbb olvastuk. Efézus 2:8-ban. Hogy kegyelemből meg lettünk mentve. That we were saved by grace. Az előbb olvastuk Efézus 2:6-ban. Mennyei helyekre lettünk ültetve. That we were seated Jézus Krisztusban. Places in Jesus Christ. Úgy értem, ez a főnyeremény. I mean, this is the jackpot. Ennél tovább nem lehet menni. You cannot go any further than that. Ez az ász póker. That's the ace poker. Ennél magasabbra nem mehetek. I Nincs semmi, go ami ennél följebb. Miről beszélsz nekem? És Isten azt mondja, to me about. And God says, well, majd én mutatok neked valamit, I'm gonna ami show az ember elméjében meg sem fordult. That never ever came up in the mind of man. Megmutatom neked az én kegyelmem minden felülmúló gazdagságát, the exceeding riches of my grace, amit el sem tudsz képzelni. That you can't even imagine. És én azt mondanám, hogyan? Miről beszélsz? What are you talking about? És Isten ezt feleli. And God responds. Csak bízz bennem. Just trust me. És látni fogod. And you're gonna see és it. És látni fogod. You're gonna see it. De tulajdonképpen but actually, már itt és most is látjuk valamennyire. We can see it somewhat even here and now. Efézus 1:19-ben in Ephesians 1:19 megint ezt a szót használja, ezt a again, this word is used, túldobás szót. This throwing over. Megint ezt a szót használja. Azt mondja, the same word is used. Istennek says, Istennek ez a minden felülmúló ereje bennünk. That the exceeding greatness of his power in us. És figyelj, láthatunk belőle valamit. And we can see something of it. Nem az egész képet. Not the whole picture. De valamit láthatunk belőle. But we can see some of it. Okay. Hányan vagyunk hívők? How many of us are believers jó, here? Hogyha még right. soha nem tapasztalt, kérlek tarts fel neked egy pillanat. Ha még soha nem tapasztaltad meg azt, hogy a bűnöm túl nagy és nem tudok elbánni vele, akkor tedd le a kezed. My grace is too my sin. Oh, I'm sorry. My sin is too great and I cannot deal with it. Még túl nagy a bűnöm, soha nem tudok elbánni vele, akkor tedd le. I cannot deal with it. Okay. Erről beszélek, igen. Put your hand erről down. Beszélek. Yes, that's hogy what I'm talking about. A bűnöm túl nagy. My sin is too túl great. Gyenge vagyok. I'm too weak. Én nem tudom élni ezt az I életet. I cannot live this life. Én nem tudok felkelni ebből a bukásból. I cannot get up from this failure. Én ehhez túl hülye vagyok. I'm én ehhez túl egyszer. Ez túl bonyolult nekem. Too simple. It's too complicated vagy valami for me. Más. Or something else. Az én utam jobb. My tudom way is, is better. És aztán, whatever. And figyelj, then, aztán, listen. Aztán járok a Szent Szellemben. I walk in the Spirit. Aztán megyek a kereszthez. Then I go to the találkozom cross. Istennel. I meet God. És ott van az ő élete az én életemben. And his life is there in my life. Figyelj, én nem vagyok tökéletes. Listen, okay. I'm not perfect. Ez a keresztény élet. I mean, this Christian life. Nem vagyunk tökéletesek. We are not perfect. De Isten tökéletessége jelen van az életünkben. But the perfection of God is present in our lives. Okay, az Isten Szelleme jelen van az életünkben. The Spirit of és God ő tökéletes. Is present in our lives. És and aztán he's látom. Perfect. And then I see hogy a kísértés, that temptation, van, hogy így vagyok. At times this is how I am. Hogy itt vagyok én. It's me here. És a kísértésem. And my temptation is like that. Tudod, az ilyen az életemben. This és, is how it és is aztán my Isten, life. And és aztán Isten ereje. That the power of és járok Isten God szellemében. There, and I walk in his spirit. És tudod, a kísértésem ilyen az életemben. And my temptation is like that in my life. Tudod, és ez a különbség a kettő között. That's the difference between the two, isn't it?
Az utóbbi jobb. Igen, az utóbbit jobban szeretjük mindnyájan. De ez az, amiről beszélünk. But hogy Istennek a hatalma, ez nagyobb, mint a bűnöm, mint a gyengeségem, mint a bukásom, hogy nem tud elkapni engem, nem tud megenni engem reggelire, hanem azt tudom mondani, én így élek, és erőm van rá, és tekintélyem van rá, és jogom van rá, és jogom van megbocsájtani, és jogom van szolgálni, és jogom van hinni, és tekintélyem van rá, mert Isten szelleme ott van bennünk, és Isten hatalma. Isten hatalma. Okay. Isten hatalma. And the power of God. Túlmegy. Goes over. Túlmegy. It goes over. Azon, ameddig mennie kéne. És azt mondom, ez elképesztő. Ez hogy történhet? És ez történik velünk. Úgyhogy egy picit már látunk ebből, hogy Isten képes felülmúlni azt, amit mi sose gondolnánk, hogy felül tud múlni. Ez az üzenetünk. Ez az egész üzenetünk igazából mindig. Mindig erről beszélünk. Egy vagy más módon. This way or another, hogy Isten felül tudja múlni. That God is able to go beyond mindent, amit sátán csinál, that Satan does, minden, amit a régi természetem csinál, minden, amit a világ akar csinálni velem, Isten túl tudja dobni. Can throw nagyobbat tud dobni. He can throw bigger. Nem fogjuk elolvasni, de 2 Péter 1:4-ben. We're not going to read it, but in 2 Peter 1:4. Azt olvassuk. We read. Isteni természet részesévé lettél. That you became partaker of the divine nature. Okay, ha hívő vagy. If you're a believer. Kérdezd meg a melletted ülőt. Ask the person next to you. Hívő vagy. Are you a believer? Ha az. If they are. Akkor mondd neki. Then tell them. Figyelj, isteni természet részesévé lettél. Listen, you became partaker of the divine nature. Úgy értem, és akkor azt kérdezem, hogy lehet ezt felülmúlni? How can you go beyond that? És a válasz az, hogy sehogy. And the answer is, én nem tudom elképzelni. You cannot do that. I cannot én nem tudom ezt megálmodni. De figyelj, itt a jó hír. But the good news is this. Hogy ez nem a mi dolgunk. It's not our job to do nem that. Értjük ezt feltétlenül. We don't necessarily nem látjuk át ezt az egészet. We can't see the whole picture. Isten elkészített nekünk valamit, ami nagyobb. God prepared something for us that's greater. Nagyobb, mint amit el tudunk képzelni. It's greater nagyobb, than mint what amit we tudnánk imagine. Álmodni. It's greater than what we could dream. És ez az ő terve velünk. And that's his plan hogy with megmutassa us, ezt bennünk, that he would rajtunk. Show it in us, on us. Ahogy Krisztusban vagyunk. As we are in Christ. És figyelje, hogy éljük itt az életünket. And as we live our lives here. Ez az amiért. Okay. This is what. Okay. Ezért van az, hogy a hívő életünk. This is why our lives as believers. Ez nem egy nem ilyen robotos, tudod. Is not this tudod, robot-like. Nem tudod, Isten áldjon. Nem ilyen a hívő életünk, oké? Okay? Hívő életünk nem mechanikus, like. It's not mechanic, hanem van valami több benne. But there is something van more egy rejtély, in it. There is a mystery, és nem tudom megmondani. And I cannot tell, amikor rákos vagyok, when I have cancer, nem tudom megmondani, and I cannot say, Isten meg fog egy gyógyítani, whether God's gonna heal me or not, tudom, but I know, hogy az ő kegyelme, that his grace nagyobb lesz, will be greater, és ebben biztos vagyok, and I'm sure about that, amikor billeg a hitem, when my faith is shaking, akkor nyilván, nem szeretném elveszíteni, I don't want to lose it, a hitemet, my faith, de azt tudom, but I know, hogy Isten kegyelme, that the grace of God is going to be greater, amikor magányos vagyok, when I'm lonely, amikor kétségbe esem, when I'm desperate, és ez a várakozásunk. This is our expectation. Uram, mutasd meg rajtunk, Lord, show it on us, hogy a te kegyelmed nagyobb, that your grace is mint el tudnánk képzelni. Than what we could imagine. Hyperballo, tudod? Hyperballo. Túl dobva, throwing magasabb. Beyond, throwing higher. Állandóan. All the time. Okay, mennyei atyánk. Heavenly Father. Köszönjük neked. Thank you. Ezt a mai
délutánt, for this afternoon, ezeket az üzeneteket, these messages, a kegyelmednek az üzenetét, the message of your grace. Annyira hálásak vagyunk azért, hogy ez lehet az üzenetünk. That this can be our message. Annyira köszönjük neked, thank you so much, hogy erről beszélhetünk, that we can talk about that, hogy ezt emelhetjük fel, that we can lift this up, hogy te valami nagyobbat teszel, that you are doing something greater, bennünk, in us, rajtunk keresztül, through us, mint amit mi tudnánk. Then what we could do, hogy az életünk léptéke nem mi vagyunk, that the standard, the measure of our life is not us, hanem te vagy, but you, és a te munkád, and your work. Istenünk, tőled várunk, our God, our expectation, következő is from napokra, you, for the next days, hetekre, and weeks, hónapokra, and month, benned bízunk, Istenünk, we trust in you, Lord, áldunk téged, we bless you. Hogyha úgy vagy itt ma, if you're here today, hogy még nem bíztad Jézusra az életed, and you've never trusted your life, akkor hozd meg ezt a döntést. Ha nézed a neten, hozd meg ezt a döntést. Make that decision. Én nem tudom, ki vagy. I don't know who you are. Nem tudom, mivel küzdesz. I don't know what you're struggling with. De azt tudom. But I know. Szükséged van Jézusra. That you need Jesus. Mindannyiunknak. We all need him. Mert ő az egyetlen. Because he's the only one. Akivel igazán itthon lehetünk ebben a világban. With whom we can be really at home in this world. Szólítsd meg őt. So call on him. Mondd azt neki. And tell him. Jézus. Jesus. Mondd a szívedben. Say in your heart. Egyenesen ő neki. Directly to him. Egyenesen Istennek. Directly to God. Jézus. Jesus. Légy az én megváltom. Be my savior. Én Istenem. My God. Én hívlak téged. I call on you. Ments meg engem. Please save me. Adj nekem új életet. And give me a new life. Egy új kezdetet. A new beginning. Jézus, ma hívlak téged. Jesus, today I'm calling you. Köszönöm, hogy fizettél a bűneimért. Thank you that you paid for my sins. Értem, meghaltál. That you died for me. Hiszem, hogy feltámadtál. I believe hogy you rose ma, again and you're alive today. És ma hívlak. And today I'm calling you. Jézus, ments meg engem. Jesus, save me. Adj nekem egy új életet. And give me a new life. Ha életedben először imádkoztál így, and if you prayed like that for the first time in your life, a gyülekezet még imádkozik, then while the church is still praying, kérlek, csak tedd fel a kezed, hogy tudhassam, hogy meghoztad ezt a döntést. Please lift up your hand that I could know that you made that decision. Isten áldjon. God bless you. Aztán leteheted, köszönöm. Ha neten nézed, küldj egy e-mailt, hadd örüljünk veled. If you're watching online, please send us an email that we could rejoice together. Ha ma hoztad meg ezt a döntést, if you made that decision today, még akkor nyugodtan tedd fel a kezed, még ha tudjam. You can still raise your hand, just let me know. Okay, köszönjük, Istenünk. Thank you, God. Imádkozunk a fivérünkért. We pray for our brother. Áld meg őt az úton. Please bless him on the way. Vigyázz rá. Protect him. Adj neki közösséget. Give him fellowship. Add neki a te igédet. Give him your word. Szolgálj felé a te szellemed által. Minister to him by your spirit. Tedd neki nyilvánvalóvá a szeretetedet. And make your love obvious for him. Kérünk, Urunk. Lord, we ask. Vezesd őt a te utadon. Lead him in your way. És használd őt a te akaratodban. In your will. És adj neki, Uram, and give him, gazdagon, Lord, richly, te szereteted szerint. According to your love. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. Amen.